Major Veronikának a Balaton a Riviera. A kesztei sportlövő a 18-19 fokos vízbe már simán bemegy, és a kirándulásról, nyaralásról van szó, akkor is a magyar tengert részesíti előnyben. Gyerekként is nagyon sokat voltam a természet környezeté vagy közelében, hiszen ezt kevesen tudják rólam, de én néhány évig horgáztam. A nagybátyám még, keresztanyám még jó voltából. Van Keszén egy horgásztanya, egy horgászegyesület, ahova lejártunk, és ott ilyen 10-12 éves kisgyerekként még horgáztam, illetve korábbi időszakokban is anyukámmal nagyon sokat jártunk a strandra, ilyen emlékeim vannak, nagyon szerettem a Balatonban fürdeni, strandolni. Hogyha nem volt olyan az idő, tehát ilyen tavaszi, őszi időjárás volt, vagy akár téli, akkor is mindig a Balaton parton voltunk, illetve a Festetics kastély parkjában. Ezeken a helyszíneken töltöttem leginkább a gyerekkoromat, és akkor is már nagyon szerettem a környezetet, a természetet. De ez a túrázás, a kirándulások, ezek később jöttek ilyen 10 éves koromban, amikor már önállóan tudtam, vagy barátokkal tudtam elmenni mondjuk a Gyenesdiási nagymezőre kirándulni, megnézni különböző kilátókat és különböző túraútvonalakon sétálhattunk, és akkor is nagyon szerettük ezeket, és most is nagyon szeretjük, úgyhogy amint az idő engedés, amint a jó idő is kijön, illetve a tavasz is kijön, akkor már egyből megyünk és túrázunk. Nagyon sok olyan hely van, amit még nem ismerek, főleg ezt a nyugati részt és az északi partnak a nyugati részét ismerem a leginkább. Ezeken a helyeken fordulok elő legtöbbször, de pont tervezgettük unokatesommal, hogy idén nyáron szeretnénk felfedezni még olyan rejtett kis helyeket, amik nagyon-nagyon gyönyörűek. Ezeket nem lesz egyszerű, de nagyon sok túrazás és sok idővel meg fogjuk találni. Csináljunk egy gyors tesztet. Hol a legszebb a naplemente a Balatonon? Badacsonynál. Hol a legkellemesebb a víz? Keszthelyen. Hol a legfinomabb a lángos? Keszthelyen. Keszthelyen hol? Keszén a Balatonparton. Még mielőtt fegyvert ragadott volna, az ecsetet, a ceruzát forgatta a kezében. Az általános iskola, ahova jártam, ott az egy képzőművészeti iskola, és én jártam szakkörre, és tanultam festeni, tanultam rajzolni, és egész jól is ment, nyertem különböző versenyeket, pályázatokat. Hát ott is mi mást festhettem volna, mint a Balatont. Én szerettem azt csinálni, az is egy ilyen kis kikapcsolódás volt, de amikor jött a lövészet, akkor ugyanúgy, mint a horgászatot, sajnos abba hagytam. Tehát a mai napig szeretek néha elővenni egy papírt és lefirkálni valamit, de már nem ez a fő irány van az életemben, hanem a lövészet. Anyukám megkért egy alkalommal, hogy készítsek egy képet, mert a Keszei Kórház belgyógyászatán dolgozott, és a hospice szobába szerették volna felújítani és kicsit kicsinosítani, és oda szerettek volna tenni egy képet, majd az én tudtam nélkül megkeresett még két képemet, azokat is bekereteztette, és azóta is kim vannak hát sajnos nem a hospice szobában, mert három van, hanem az étkezőben, és ott nézhetik a betegek az én aláírásommal ellátott saját kezűleg készített képeimet. Az unokatestvérének köszönhetően ismerkedett meg a sportággal, de hogyan lett kiemelkedő tehetségű futó céllövőből pár év alatt világklasszis pisztolyos, akit immár a tokiói olimpia esélyesei között tartanak számon. Kiadta a kezébe az olimpiai szakák sporteszközét. Hát az én kezemben nem kellett beleadni a pisztolyt, mert én fogtam magamtól. Nyitottunk egy pisztolyos szakosztályt a lövészklubban, előtte csak futócélos szakosztály volt, és beszereztünk azt hiszem, hogy három légpisztolyt. És annyira érdekelt, hogy oda mentem az edzőmhöz, Keszeli Zoltánhoz, hogy hadd próbáljam már ki, hát mondja, hogy mit kell csinálni, és én csinálni fogom. És tényleg kipróbáltam néhány edzésen, először csak úgy hobbiként, aztán ahogy egyre jobb lettem, egyre több versenyre mentem, úgy észrevették mások is. Először mindig csak úgy mosolyogtak, hogy jaj, a kis futócélos jött pisztolyjal lőni. Aztán amikor már országos bajnokságon
első-második helyeket szereztem, akkor már nem mosolyogtak. De hát ez így szokott lenni, és egy abszolút nem maragszok rájuk, tehát nincs is miért. Akkor jött Gyűrik Csaba, és mondta, hogy ő szívesen segít nekem, és szívesen megtanít, és azóta is együtt dolgozunk. Részben az ő tehetségének köszönhetően tartok itt, ahol tartok, másik részben pedig a pisztolyoszakosztály elindításának és az én makacságomnak, hogy csak azért is ki akarom próbálni. Nyilván ebben közrejátszott az is, hogy az olimpián versenyeztessen, ezért nagyobb hangsúlyt kellett fektetni a pisztolyra, és háttérbe kellett szorítania az ötkarikás műsoron már nem szereplő futó céllövészetet. Na de mennyire ment ez nehezen? Persze, hogy nehéz, abszolút nehéz. Annyira nehéz, hogy nem is lehet. Mint ahogy a tavalyi Európa-bajnokságon is részt vettem egy Genesdiáson, hát nem lehetett volna kihagyni, és el kellett rajta indulnom, és nem hiába. Mert hiszen ott lettél Európa-bajnok, ahová gyerekkorod óta jársz azon a lőtéren. Gondolom ez legalább olyan fontos volt érzelmileg, mint szakmailag. Abszolút, abszolút. De egy kicsit elérzékenyültél? Igen, egy picit. Genesdiási eredményre? Jaj. Mi jutott eszembe? A feeling. Az egész tényleg az, hogy azon a lőtére lehettem Európa-bajnok, ahol elkezdtem lőni. És az lett a 10. Európa-bajnoki címem.